A legjobb árakért és kedvezményekért nézzétek meg az Eneba oldalát, a linkeket pedig, mint mindig, most is megtaláljátok a leírásban. Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, eltelt egy újabb hét, szóval ismét új heti frissítés érkezett a játékba. Szerintem egyébként egy meglepően jó event jött ráadásul, főleg, hogyha a pénzszerzési lehetőségeket nézem. Úgyhogy nem is szeretném tovább húzni az időt, vágjunk is bele, és nézzük meg, hogy mi mindent kaptunk ezen a mostani héten. Nos tehát, a jelenlegi hét február 1-től február 8-áig fog tartani. Rockstar jóvoltából ezen a héten ünnepeljük a GTA Online-ban a kínai új évet, ennek alkalmából pedig különböző belépési bónuszokat is kaptunk, mint például a Black Lunar New Year Tea, a Red Lunar New Year Dress és a Dragon Mask, szóval lépjetek be és szerezzétek meg ezeket a különleges ajándékokat, hogyha tetszenek, meg hogyha szeretnétek. A pódiumra a héten nem más került fel, mint a Declasse Mamba, aminek az eredeti ára 995 000 dollár, éppen csak nem ér el az 1 milliót, de így is egy egyébként értékes és szerintem tök jól kinéző autóról beszélhetünk, úgyhogy használjátok ki ezt az egy hetet, és próbáljátok meg ingyenesen kipörgetni. Price Ride pedig a Michelli GT, hogyha ezt is szeretnétek ingyenesen megszerezni, akkor a top 3-ban kell végeznetek bármelyik Los Santos Carnival versenyen, méghozzá 3 egymást követő napon, ehhez is szintén sok sikert. Jöjjenek a leárazások, 30%-kal olcsóbb az 50 férőhelyes Eclipse Boulevard garázs és a hozzátartozó fejlesztések is. Én mindenképp lecsapnék erre az akcióra, hogyha nem lenne már meg. Illetve a következő járművek is szintén 30%-kal olcsóbbak lettek. A Raiden, az Imorgon, a Nebula Turbo, a Verlierer és az Infernus. Érdekesség, hogy mindegyik megtalálható Simeonnál, tehát azonnal ki is tudjátok őket próbálni. Valamint javítsatok ki, hogyha tévedek, de én úgy emlékszem, hogy ezek az autók mind egytől egyik kilettek véve néhány hónappal ezelőtt, úgyhogy már csak ezért is érdemes lecsapni rájuk, mert csupán egy hét erejéig tértek vissza. A Gunvan-ben is van még egy utolsó akciónk, szintén 30%-kal, az Unholy Hellbringer, ami ugye az egyik UFO-s fegyver, ráadásul nem is olcsó, úgyhogy most tessék megvenni, ha még esetleg nem lenne meg. És akkor nézzük a pénzhezési lehetőségeket, természetesen ismét érkeztek új Reberik a Salvage Yardra. A Benefactor LM87 405 000-et ér, és a Cargo Ship Reverie tartozik hozzá, a Coquette Blackfin 331 000-et és a Dagen Reverie, a Greenwood pedig 252 000 dollárt ér, és a Podium Reverie-vel tudjátok ellopni. Aztán 3-szoros dollár és RP szorzó van érvényben a Simeon féle összes kontakt küldetésen, tehát igen a Repo Work-ökön is, amik az egyik legjobb pénzhezési lehetőségek most, ugyanis egy néhány perces küldetésről beszélünk, vagy küldetésekről beszélünk, és szerintem közel 100 000 dollárt adnak darabonként, bár nem néztem még meg pontosan. Aztán a Simeon féle export requesteken is tripla szorzó van, mint ahogy az új community játékmódokon is. Jött több új verseny, néhány új deathmatch is, mindenképpen kipróbáljuk majd őket, ahogy azt már megszokhattátok. És dupla szorzó van az exotic export járművökön, az autoshop client jobokon, ami ugye az autó leszállításokat jelenti, ezek is szerintem ilyen nagyjából 80-100 000 dollárt adhatnak, valamint dupla szorzósak a visszatérő Vespucci Job Remix játékmódok is, ebből is lesz közös játék valamikor. És ne feledkezzünk meg a Time Trialokról sem, a Land Vehicle-os a Mont Gordo, az RC Banditos a Construction Site 1, a Junk Energy és pedig a Sewer System, az első ugye 101 000-et ad, az utóbbi kettő pedig 51 000-et, és minden nap változnak. És hát az aktuális heti kihívást se felejtsük el, hiszen hogyha teljesítitek, akkor 100 000 dollárt és 10 000 RP-t kaphattok, és a kihívás nem más a héten, mint hogy szállítsatok le 2 járművet Simeonnak. És hát ennyi lett volna ez a mostani hét, nagyon szépen köszi a figyelmet mindenkinek, hogyha az információim nem csalnak, akkor jövő héten a Farsangot, utána héten pedig Valentin napot fogjuk ünnepelni a GTA Online-ban, úgyhogy lesznek eventek bőven, meg valószínűleg belépési bónuszok is, meg egyedi, csak most exkluzív visszatérő tartalmak, de erről úgyis fogok beszélni, meg mindig elmondom majd éppen aktuális dolgokat, úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer a figyelmet, én Dani voltam, holnap este találkozunk a szokásos streamben, jó játékot mindenkinek, sziasztok!